Sorozatban három bajnoki győzelmet követően a Cegléd elleni mérkőzés jelenti az újabb erőpróbát az SBS Eger számára. Ceglédről is tudjuk, hogy egy alsóházi csapat, akár a közvetlen riválisunk is lehet a kiesés elkerülésért folytatott küzdelemben. Hogy látod az esélyeket, hogyan indulunk ennek a mérkőzésnek? A Cegléd az hasonló csapatnak érzem én is, ugyan idén még nem kezdték el annyira gyűjtögetni a pontjaikat, ez reméljük hétvégén sem kezdik meg. Hát most az nagy különbség a két csapat között, hogy mi folyamatosan sorozatterhelés alatt vagyunk, ők pedig három hete egyetlen mérkőzéssel játszottak. Ezt kíváncsian várom, hogy fog kiütközni majd a mi mérkőzésünkön. Említetted itt a sorozatterhelést, mennyire érzitek fáradtnak magatokat? Hogyan tudtok fölkészülni ilyen rövid pihenő alatt a mérkőzésre? Hát most inkább azért az elméleti felkészülés áll a dolgok reflektorfényében. Nyilván kevés időnk van edzeni, a mai nap teljes mértékben a rehabilitációjét, igyekszünk teljes mértékben összerakni magunkat, és nekik ugrunk. Mit gondolsz, mi az, ami döntő lehet a Cegléd elleni meccsen? Tibinek a további is fennmaradható jó teljesítménye és a védelem. Ez szerintem egyértelmű, ez minden meccset ez fog befolyásolni a legjobban.